Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Vereséget szenvedett Szolnokon a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Dél-afrikai edzőtáborba utazott Szikszai Róbert és Kerekes Dóra. A Sényűvel játszott edzőmeccse szerdán a bajnoki rajta készülő Spari. Két brazil játékossal erősített az A-Studio Futsal Nyíregyháza. Két ponttal kapott ki hazai pályán a Nyíkseszegfű bútor. Vereséget szenvedett Szolnokon a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák 83-70-re kaptak ki a hazaiaktól. Darko Radulovicsot, a nyíregyháziak edzőjét nem csak erről a mérkőzésről kérdeztük. Most már másfél hónapja van itt a nyíregyházi csapatnál, lehet tapasztalatokról beszélni, a csapatot és a bajnokságot, illetve milyen tapasztalatokkal gazdagodott eddig. Örülök, hogy itt lehetek. Egy jó megkeresést kaptam a klubtól december elején, és hamar sikerült megegyeznünk. Egy olyan egyesülethez tudtam csatlakozni, ahol igazából semmi másra nem kell koncentrálni, mint a munkára. Nagyon kedvesen fogadtak mind a vezetőségből, mind a csapat stábjából. Amit látok, hogy ez egy nagyon erős liga, a közép-európai ligák közül kiemelkedő és egyre inkább fejlődő, viszont nagyon fizikális és nagyon kemény mérkőzéseket alakított liga. Ehhez próbálunk csapatszinten adaptálódni. Természetesen voltak változások a csapatban, hiszen egy új gárdát kellett szinte építenem. Ez még a folyamat elején tart, de azt látom, hogy a játékosok vevők arra, amit én szeretnék megvalósítani, és semmi más nem lehet a célunk, csak az, hogy elérjük az eredetileg is kitűzöttet, miszerint maradjunk bent az első osztályba. Ehhez minden adott, most már csak a munka része következik. And I think that as the time goes by, the quality will show and the games will be there for us. A legutóbbi fordulóban Szolnokon vereséget szenvedett a csapat, egy edző soha nem lehet elégedett egy vereséggel, de melyek voltak azok a momentumok, amelyekre építeni lehet a folytatásban, hiszen nagyon megnehezítette a csapat a Szolnok dolgát. As we know, Szolnok is one of the best teams in the league, they are title contenders. Egy folyamat elején vagyunk, de nagyon jó jeleket mutattunk ezen a Szolnok mérkőzésen, legfőképpen azt, hogy egy ilyen többszörös bajnok csapat ellen meg tudtuk mutatni azt, hogy van egyéniségünk, van karaktere a csapatnak. Kifejezetten örülök annak, hogy kezd látszani az, amiről beszélünk minden egyes edzésen, a kemény védekezés és abból való támadás kialakítása. Nekem az alapfilozófiám is a védekezésre épül. Most történt először, mióta itt vagyok, hogy meg tudtunk lepattalóban verni egy csapatot. Kivált kép a Szolnok ellen, ez egy nagy siker. Természetesen ez nem járt még győzelemmel. A játékosunk a győzelem ízét is meg kell lassan érezni, és a győzelmi mentalitást megtanulni. Úgyhogy természetesen ehhez nem a Szolnok volt a legjobb ellenfél, de nagyon sok mindenben léptünk előre, és ezen az úton kell folytatnunk. But of course we have to work a lot on other things like defense, spacing in offense, quick decisions making, things like that, that we are in a process. We are in a process and this is going to come. Következő ellenfél a Szombathely hazai pályán, egy Szolnokhoz hasonló kaliberű ellenfél. Ezt a mérkőzést mire lehet használni? Yeah, Falco is probably the best team in the league, probably the Természetesen nem kell bemutatni a Falco gárdáját senkinek. Bajnoki címvédőként és talán idén is a legerősebb csapatként érkezik hozzánk. Egy ilyen csapat ellen sem lehet feladni, nekünk a saját dolgainkkal, játékunkkal kell törődni, azt gondolom. Bármilyen pozitív töltet van a mérkőzésben, azt ki kell használnunk. Meg kell ragadni minden egyes esélyt, hiszen ők is jöhetnek úgy ide, hogy egy picivel gyengébb napjuk van, hosszú utazás után érkeznek. Semmiképpen nem szeretnénk feladni a mérkőzést, minden mérkőzésre szükségünk van ebben a helyzetben, de nem a Falco a legkönnyebb ellenfél, úgyhogy amint a mérkőzést látjuk és lesz győzelmi esélyünk, szeretnénk azt megragadni. Egyébként a saját játékunkat kell még jobban csiszolnunk. Anything comes up as a possibility, we are going to grab it, we are not going to let anything slip in our hands. However, we are playing against a very tough opponent and we will have to go and take some as much positives as we can. If the win is a possibility, of course. Nem áll jól a csapat a tabellán, viszont még az alapszakaszból is sok mérkőzés van hátra, plusz ott a rájátszás. Mikorra kerülhet olyan állapotba a csapat, hogy most már jönnek a győzelmek is? Minden játékosnak és minden rendszernek idő kell, így van ez nálunk is. Ezek a mérkőzések arra jók, hogy azt a fajta játékstílus filozófiát, amit edzésen csinálunk, élesbe is tudjuk gyakorolni. Nem feladván ezeket a mérkőzéseket, de sokkal jobb meccsen begyakorolni, mint edzésen. Én úgy gondolom, hogy napról napra fejlődünk, látszik is ez a játékunkon, de összességében ahhoz, hogy ezt a játékrendszert mindenki teljesen elsajátítsa, ahhoz még idő kell. Én úgy látom, hogy a válogatott szünetig ennek meg kell jönnie, de addig természetesen mérkőzéseket is kell nyerni, úgyhogy ennek még persze idő kell.
Szerdán Dél-Afrikába utazott Szikszai Róbert és Kerekes Dóra. A két nyíregyházi diszkoszvető edzői Kerekes László irányításával 3,5 héten keresztül készül Potchefstromban. Kis túlzással azt lehet mondani, hogy már hazajársz Dél-Afrikában, most megint majdnem egy hónapra költöztök ki Szikszai Robival és a lányod a Kerekes Dórával. Milyen munkára számíthat a két diszkoszvető? Így van, igazából nem tudjuk előre kiszámítani, hogy milyen időjárási viszonyok lesznek. Ugye ez az edzőtábor, ezt már ugye hónapokkal ezelőtt le kellett foglalni, és ezért ugye ott komoly technikai munkát fogunk végezni, holott itt hol is tavaszias időjárás van, de ugye ezt nem lehet előre tudni, mert igazából ezért megyünk most, mert már 2 hónapja ez meg volt tervezve. Rovinát tudjuk, hogy a világbajnokság az idei főcél, 7 cm hiányzik a szinthez, de a ranglisták helyezése nagyon jó. Dóri, mire készül ebben az évben? Van egy olyan helyzet, hogy a rendező ország szín nélkül indulhat egy versenyzőt, és jelen pillanatban ők azok között, a versenyzők között van, akinek van esélye, ezért ő is elsősorban erre a világbajnokságra készül. Ha hazajöttök Dél-Afrikából, nem sokkal később tenyeri félre utaztok, az lesz az az időszak, amikor már csiszolni, élesíteni lehet a formát. Ezt már tovább megterveztük, így építettük fel ezt a felkészülési időszakot, és akkor próbálunk majd egy kicsit az eredményre is koncentrálni. Amíg oda leszek a két edzőtáborban, kik foglalkoznak majd az itthon maradt nyíregyházi dobóatlétákkal? Szerencsére ugye van egy új tanítványom, akit alkalmaz a sportcentrum, Tóth Lászlónak hívják, és illetve Cserpák Robert, akivel már régóta együtt dolgozunk, úgyhogy nem fognak hiány szenvedni szakemberekben. Egy kedd délelőtti edzésen vagyunk az atlétikai centrum dobó termében, aztán lesz még egy délutáni kondi edzés, szerda reggel pedig indulás Dél-Afrikába egy 3,5 hetes edzőtáborba, de előtte beszélünk egy picit az elmúlt hetekről, hogy telt a felkészülés. November elején kezdtük el az edzést, decembertől kikezdtük el az erősítő munkát, most másfél hónapja vagyunk benne, úgyhogy mindenképpen az lesz a jó, hogy most már elkezdünk dobni is. Itt hál' Istennek adott minden feltétel már ahhoz, hogy bent is tudjunk, nem kell kint a hidegben lennünk, de azért egy meleg égővédzőtábor kellett. Nem először utazol Dél-Afrikába, tudod, milyen körülményekre számíthatsz, kikkel edzesz majd együtt, és mire lesz jó ez a szűk egy hónap? Szombathelyi versenyzők jönnek, 2 gerelyhajtó van kint, még a magyarok közül meg mi leszünk, így 3-an. Vannak kint ciprusi diszkoszvetők is, úgyhogy lesz kivel edzeni. Lesz-e verseny, vagy legalábbis házi verseny ez alatt az időszak alatt? Tervezik. Most az, hogy ez meg lesz-e tartva, vagy nem lesz. Eddig mi 4 év alatt 4-szer voltam én eddig ott, 3-szor volt verseny, 1-szer nem volt. Úgyhogy ha van, akkor indulunk. A hazatértek lesz itthon 2 hét, aztán egy újabb, közel 1 hónapos edzőtábor Tenerifén. Volt-e már évelején ilyen hosszú edzőtáborokat tartott felkészülésed? Így még nem voltunk, hogy ennyi helyre megyünk. Emiatt nem is fogok indulni a téli bajnokságon és a téli Európa kupán. Ugye minden a VB-re van kihegyezve, úgyhogy ezek a versenyek nem magas kategóriájuk, úgyhogy nem érdemes rajtuk annyit sürgetni az, hogy induljunk, úgyhogy én áprilisban fogok elkezdeni versenyezni. Felépítettétek-e már teljesen a nyári versenyszezont? Ezt nem én csinálom, a menedzserem próbálja a lehető legjobb versenyeket szervezni. Tehát gondolom mindenek felett a budapesti világbajnokság. Hogy érzed, mire számíthatsz? Először ugye még oda ki kell jutnunk, ez az elsődleges, ugye ez vagy 67 méter, vagy a legjobb 36. Mind a kettő meg lehet, bízunk benne, hogy az első fog sikerülni, és akkor utána nem kell nézelődni, hogy hanyadik helyen állunk. Ott már tényleg bármi történhet. Mennyi hiányzik a 67 méterhez? 7 centi. Most milyen erőben, vagy milyen formában, milyen egészségállapotból utazol ki Dél-Afrikába? Sérülés nem volt itt eddig. Hál' Istennek ezt ugye mindig hozzá kell tenni. Ez bármikor előfordulhat, de mindent próbálunk elkövetni, hogy ne legyen. Picit távolabbra nézele már, ott van-e a fókuszban a 2024-es Párizs olimpia? Mivel innentől, hogyha jól tudom, akkor áprilistól, hogyha valaki teljesíti a szintet, akkor az a Párizs olimpiára is automatikus kiutás, úgyhogy ez így mindenképpen minden még felfokozottabb év lesz a jövő év. Amikor elkészült ez a Nyíregyházi Atlétikai Centrum, lehetett sejteni, hogy a legjobb magyar versenyzők is gyakori vendégek lesznek, nem először, vagy itt milyen körülmények között tudsz dolgozni? Nagyon szeretünk ide járni, most ebben az alapozó időszakban is, már most harmadjára vagyunk itt. Ebben a téli időszakban eddig gyakorlatilag minden hónapban legalább egy hetet itt edzőtáboroztunk. Nagyon szeretünk itt lenni, hiszen tényleg nagyon szuper körülmények vannak, az erősítési lehetőség is adott, illetve ugye a fedett pályán jól tudunk súlyt lökni versenyszer. És ez ugye fontos számunkra ebben az időszakban. Ugye 2023 budapesti világbajnokság, 2024 párizsi olimpia, látótávolságban van mind a kettő. Hogyan épül fel számodra ez a bő másfél év?
Most ugye először a fedett pályás szezonra készülünk, most szombaton itt Nyíregyházán kezdem az első versenyemet, és most a fedett pályás Európa-bajnokság lesz a cél, utána pedig egy újabb alapozó időszak következik, ugye már a nyári szezonra, aminek a főpontja mindenféleképpen ugye az augusztusi budapesti világbajnokság lesz majd. Olyan eredményekkel a hátad mögött, amelyeket elértél, mi az, ami motivál még a folytatásban? Igazából mindig ugyanaz, hogy mindig a lehető legjobb legyek, és mindig az adott helyzetben a lehető legjobbat tudjam kihozni magamból. Láthattuk, hogy a kislány itt volt veled a dobóteremben, mekkora könnyebbséget jelent ez? Nagy könnyebbség számomra, hogy ő is itt lehet velem, hiszen ugye most tölti majd még csak a 2 éves kort, úgyhogy azért neki még hosszú lenne az, hogyha így hetekre egyedül otthon, tehát nem egyedül, de ugye mondjuk az édesapjával otthon lenne, úgyhogy így nagyon örülünk, hogy ezt így meg tudjuk oldani. Említetted a célokat, de lehet-e számszerűsíteni helyezésből, mivel lennél elégedett mondjuk a budapesti világbajnokságon? Én úgy gondolom, hogy ha a legjobb 8-ba sikerülne bejutnom a budapesti világbajnokságon, az nagyon szuper lenne, de igazából mindig azt szoktuk mondani, hogy mindig az adott napon ugye szeretnénk a legjobbat kihozni magunkból, illetve az évben a legjobban ott teljesíteni, hogy ez majd mire lesz elég, az kiderül, hiszen azért elég változatos a női súlyok és mezőnye is. A jövő hét végén folytatódik a bajnokság a Nyíregyháza Spartakus számára. A Spari szerdán 3. edzőmeccsén lépett pályára. Nagyon jól sikerült a bentlakásos edzőtábor. 2-3 játékosunk megbetegedett, kihagytak egy 5-6 napot, de azon kívül nagyon jó volt, egységes volt a csapat, csináltunk 1-2 közös programot, úgyhogy nagyon élveztük, nagyon jó kajákat készítettek nekünk az Aventinusba, meg azt gondolom, hogy megismertük a csapatot, és nem csak a pályán, hanem akár a pályán kívül is. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre jól néz ki ez a történet. Azok az ötletek, amiket bevezettünk a csapaton, akár a csapatjátékra gondolok, azok egyre jobban működnek. Remélem, hogy a mai napon is ez meglátszódik majd a mérkőzésen. 2,5 hete dolgozok, viszonylag rövid a felkészülési időszak, kész lesz a csapat a rajta, vagy pedig még azért kell néhány mérkőzés, már azokon kellnek a pontok is, mire meg lesz a megfelelő fordulatszám. Én bízom benne, hogy amit eddig láttunk, az biztató nagyon. Mai napon is egy edzőmeccs, vasárnap játszunk a Mezőkövesd ellen, egy erős ellenfél ellen, meglátjuk, hogy egy Mezőkövesd ellen mit tud a csapat, de nekünk természetesen a Szombathely a cél, az első bajnoki mérkőzés, arra készítjük, arra próbáljuk a formát úgy igazítani, hogy jó legyen. Én nagyon bizakodó vagyok, hogy a csapat rendben lesz. Érkezett néhány új játékos, lesznek-e még esetleg érkező? 2 új játékosunk van, most a 3. megérkezett tegnap a Major Marci személyébe. Tervezünk még 1-2 játékost olyan posztra, ahol azt gondoljuk, hogy hiányposztnak gondoljuk, meglátjuk, hogy sikerül-e vagy nem, de pillanatnyilag az adott állományból építkezünk és bennük gondolkodunk. Az NB3-ban február közepén folytatódik majd a bajnokság. Ti mikor kezdtétek a felkészülést és hogyan haladtok a munkával? Elég jól haladunk a munkájával, pont a sűrűjében vagyunk ugye. 2 hete kezdtük a felkészülésünket. Hétvégén már játszottunk egy osztálytársal a Szoboszlóval, ugye 2-2-es eredmény. Milyen mozgás várható még a játékos keretben? Olyan óriási mozgás már én szerintem nem várható. Ugye távozott 3 ember, a Matyi Zoli, a Fabu Márton, a Barta Gábor, valamint ugye a Sógor Csabának lejárt a kölcsönadási szerződés. És ő visszatért a Spari 2-höz, és ugye éppen a Nyíregyházától érkezett hozzánk a Kovács Ádi. Mi az, amivel mindenki változtatni kell ahhoz, hogy nyugodtabb legyen majd a tavasz, mint az ősz volt? A védekezésünket azt rendbe kell rakni, mert nagyon sok gólt kaptunk, viszont ugye ami eddig ránk jellemző volt, hogy mellette sokat rúgtunk, és ez úgy valahogy eddig egalizálta egymást, ezen is kell javítani, hogy több gólt rúgjunk és kevesebbet kapjunk. Pénteken folytatódik a bajnokság az Ástúdió futszál Nyíregyháza számára. A cél továbbra is az élvonalbeli tagság meghosszabbítása. Összességében azt a célt, amit kitűztünk évelején, azt teljesítette a csapat, hiszen azokat a közvetlen riválisainkat vagy feljutó csapatokat gyakorlatilag a hátunk mögé utasítottuk, meg is vertük nagy részt őket. Ez nem jelenti azt, hogy hátradőlhetünk, hiszen a bajnokság lebonyolítása miatt matematikailag már biztosan az alsóházban fogunk végezni. Annak is az élmezőnyében, de tudni kell, hogy gyakorlatilag törlik a pontokat, és egy új pontrendszer alapján fog elkezdődni az alsóházi rájátszás, ahol senki sem mehet biztosra. Hiába fordulhatunk akár egy 10 pontos előnnyel is a kieső zónától, ez el fog olvadni ez az előny 1-2 pontra, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy még most meg kell erősítenünk a csapatot annak érdekében, hogy az előzetesen kitűzött biztos bennmaradás célt el lehessen érni. Kézenfekvő volt, hogy brazil futszaljátékosokat kerestek, mert ugye a jégkorong akkor Kanada, a kosárlabda Egyesült Államok, a vízilabda akkor magyar pólós, a
futszában, ugye portugálok és talán brazilok a legjobbak. Természetesen ez volt az első, hogy jó és tapasztalt játékost hozzunk ide, hiszen olyan játékosokat kellett nézni, akik a mi fiataljainkat, mi helyi játékosainkat is egy picit fölemelik, fölnézhetnek rájuk, elértek már olyan eredményeket, voltak már olyan bajnokságban, amiatt előre tudják lendíteni a szekrét a csapatnak. Természetesen a brazil piac ilyen szempontból a legnagyobb, és jó kapcsolataink is vannak Brazíliával, menedzserekkel, úgyhogy a szakmai stáb árgus szemekkel figyelte a játékosokat, és én azt gondolom, hogy a két legjobbat árérték arányban, legjobbat tudták kiválasztani, úgyhogy bízom benne, hogy mind a hozzáállásukkal, mind a pályamutató teljesítményükkel igazolják azt, hogy miért is kerültek ide Nyíregyházára. A kosárlabda és röplabda szurkolóknak a Tiszavasvárú hitcsarnokban kell elmennünk, ha meg akarják nézni a meccseket. Mi a helyzet a futszál szurkolókkal? A futszál egy teljesen más sportág ilyen tekintetben is, hiszen ő a kinti foci a rendes labdarúgás szabályait követi, tehát effektíven nincsen semmilyen olyan hőmérsékletre vonatkoztatott szabályzat, amit nekünk figyelembe kellene venni, ami konkrétan azt jelenti, hogy akár 10, 12, 15, 18 fokban is lehet mérkőzéseket játszani bent. Ezért is nem akartuk volna már a futszal csapatot is egy nehéz helyzetbe hozni, mind edzés, mind mérkőzés szempontjából, illetve a kilátogatók már nem csak a benchbe mehetnek ugye erre a két említett sportágra, hanem a Continental Arenában továbbra is futszal mérkőzéseket rendezünk. Úgyhogy bízom benne, hogy minél többen lesznek, már csak a két brazil fiú miatt is. Bő egy hónap után folytatódik a bajnokság pénteken, ugye ilyenkor mindig az az első kérdés, hogy történt a szünetben valamilyen változás a játékos keretben. Örömmel számolhatok be arról, hogy két új brazil játékost tudtunk igazolni. Még az kérdéses, ugye a játékengedélyükre várunk, hogy a pénteki napon fognak-e tudni játszani. Nagyon reméljük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy igen. Egyébként a játékos keretben túl nagy változások nem történtek, a magyar maga az együtt maradt, egy fiatal, tehetséges játékost hoztunk fel az U17-es csapatból, aki egyébként ott vezeti a vonatkozó bajnokság góllövő listáját. Voltak-e távozók? Két távozónk van, Gyulai József felhagyott a futszállal, és ő a nagypályás játékot választotta, illetve egy játékostól, a Lakatos Pétertől köszöntünk még el. Mennyire könnyű vagy mennyire nehéz Brazíliából játékos szerződtetni? Nyilván a távolság miatt nehéz, viszont van egy kialakult rendszer, menedzserek segítik és adnak videófelvételeket játékosokról. Nyilván a szakmai stáb megfogalmaz egy igényt, hogy milyen posztra, milyen kvalitású játékosokat szeretnénk, és nyilván még itt jön képbe az anyagi vonzata, ugye, hogy milyen játékosokat tud a klub megfizetni, és ez a kettő határozta meg tulajdonképpen, egy kompromisszumot hoztunk, hogy milyen játékosokat hoztunk ide. Melyek a legfontosabb tudnivalók a két brazil srácról? Két fiatal labdarúgó, viszont rutinosak. Mind a ketten több szezont játszottak már a brazil első osztályban. A center Manek becenéven szólítható játékos, ő neki játszott már Brazílián kívül is két szezont, Kazaksztánban bajnoki második, Azerbajdzsánban pedig bajnoki első helyezést ért el, és játszott, ugye ő ide tartozik a Bajnokok Ligája sorozatban Azerbajdzsán Európához, játszott a Bajnokok Ligájában, ott 8 gólt szerzett az előző kiírásban. A másik fiatalember, ő nem játszott még Európában, ő több csapatban játszott brazil első osztályban, és ott a bajnokságban és a kupában több második, harmadik, illetve első helyezést is elért az eddigi szezonjai során. Ő 2015-től profi, és mind a kettő játékos csak a futsállal fog foglalkozni, és reméljük, hogy ezáltal egy szintet tudnak lépni a magyar, a hazai játékosaink is. 5 forduló van még hát az alapszakaszból, aztán biztos, hogy az alsóházban folytatja majd a csapat, de ez az 5 forduló sem mindent, hogy milyen eredménnyel zárul, mi az elvárás erre az 5 meccsre és majd a folytatásra. A hátralevő mérkőzéseken azt szeretnénk, hogy biztosan szerezzük meg, tartsuk meg a jelenlegi pozíciókat. Ha lehet, akkor még egy helyezést tudunk előrelépni, de matematikailag így van, már nem tudunk csak az alsóházban szerepelni. Mi erre is készültünk, ez volt az elvárás is a szezon előtt a csapattól. Annyiban nem mindegy, hogy milyen pozícióban vagy melyik pozícióban végzünk, hogy pontokat viszünk magunkkal. A 7. helyezett csapat 6 pontot kap, a 12. helyezett csapat pedig csak egyet, tehát egy pici lépés előnyt ki lehet használni, hogyha ezt az 5 meccset sikeresen abszolváljuk.
A magyar kupában is áll még a csapat, mit lehet tudni a folytatásról? A magyar kupában a Berettyóújfalu gárdáját kaptuk a sorsolás szeszély által. Hazai pályán fogjuk őket fogadni február 20-án 18:30-tól. Itt a Continental Arénában maradt a csapat, itt fogja játszani a mérkőzéseit továbbra is, és mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Két pontos vereséget szenvedett hazai pályán a Nyitja Szegfibútor. A nyíregyházi kosarasok a győrt fogadták, és a vendégek 70-68-as győzelemmel távoztak a Bánki csarnokából. A mérkőzés előtt a Győr 4, a Nyíkse pedig 3 győzelemmel állt a csoport két utolsó helyén, így mindkét csapat számára rendkívül fontos volt a találkozó. A vendégek kezdtek jobban, az első negyed végén 12, a nagyszünetben 14 ponttal vezetett a Győr. Fordulás után egy más szellemben játszó nyíregyházi csapat futott ki a pályára, és elkezdte ledolgozni hátrányát. A záró 10 perc előtt már csak 2 pont volt a különbség a két csapat között. A hajrá is izgalmasan alakult, az utolsó pillanatban 2 pontos hátránynál végső labdája lejött a gyűrűről, így a vendégek örülhettek a győzelemnek, a hazaiak pedig bosszankodhattak az elszalasztott lehetőség miatt. Először is szeretem gratulálni a vendégcsapat. Már első percben tudták, miért jöttek ez a hosszú út, miért utazzak itt, hogy akartok nyerni. Sajnos mi nem. Nekem kell cirkuszit csinálni, kiabálni, már nem stroke kapni, szék összeverni minden, hogy játékos utána volt a csere mentalitás. Meccs nem kikaptunk, ez az utolsó labda, meccs kikaptunk első fél idő. Első fél idő volt kritikus. Ennyire kritikus, hogy nem tudom milyen osztály ez. Nem tudom, ez nem lehet sehol játszani egy komoly kosarlabda. Ott kikaptunk. Hogy első fél idő kaptunk 48-49 pont, és másodfél idő csak 20 valami, ez mutat minden. A első fél idő csak 40 kapjunk, ami ez elég sok a hazai meccs, simán nyerünk a meccs. Más nem tudom semmi mondani. Hogy ez, hogy energia, harcolás, első percben, ha nincs ez, nem tudsz nyerni a meccs. Minek köszönhető ez szerint, hiszen az előző meccset megnyertétek, tehát pont fordítottjának kellett volna lenni. Egy jó energiával, jó lendülettel kezdem a meccset, egy győztes mérkőzés követően. Ez már egész hét készültem a csapat, hogy ez nagyon fontos meccs. Mert nálunk már 3 győzelem, most Győr ez a meccs előtt volt 4, és pont lehet fordítani picit ez a rossz momentum, mikor mi mindig utolsó vagyunk, és utána már közel van egy pár csapatot. Taktikális, fizikális, én megcsináltam minden. Csak végig játékosok. Nem szerettem mindig bántani a játékosok, csak ez tényleg. Én odaadtam minden, amit egy edző tud. És harcolás és energia, én nem tudom belépni, és én csinálni ezt. Mit lehet tenni a következő héten azért, hogy a következő hazai meccs megint nagyon fontos lesz a Kecskemét 23 ellen, más mentalitással lépjen pályára a csapat, és megnyerje azt a meccset? Ez, amit mondtam, ez állap, ez nem kell, ez semmi közel van ez a kosarlabda minőség. Ez csak ember, tűz, energia be kell rakni, ez első, ez állap. És utána én megint fogom készülni a csapat, taktikális, fizikális, minden. És ha mi fogom tervben van csinálni ez, biztos lesz sikeres. Ugyanez volt, amikor csinálunk ez, ami beszéltünk, ami egész hét csinálunk, ami tervben van, sikerült. Oké, van benne hiba, csak ez simán nyerünk a meccs. Mikor csinálunk valami, ami nem terve van, aki én nem mondtam neki, akkor rossz volt, és akkor nem tudom mondani, hogy pedig én első leszek, mikor én taktika, és én, amit összeszedtem, rossz lesz, én első leszek, mikor fogom mondani, én rossz taktika csináltam, én rossz készültem a csapat, én hiba. Csak így, hogy ő nem csináltak ez, amit én terv, nem tudom ezt mondani. Pedig mindig szeretem védeni a játékos. Egy végletekig kiélezett meccs, az utolsó dobás döntött ezúttal az ellenfél javára. Te hogyan láttad belőle, hogyan élted meg ezt a meccset? Igen, nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Azt gondolom, hogy az első fél időt nagyon rosszul kezdtük. El is ment az ellenfél. Második fél időben sikerült visszajönni, átvettük a vezetést. Végig szoros meccs volt végéig. Egy labdás mérkőzés volt, pár apró hiba végén. És sokat jelentett. Az előző mérkőzés itthon megnyertétek, gondolom, azután a győzelem után, amire régóta várt már a csapat, nem erre számítottatok?
Igen, az előzőt megnyertük, fel volt nagyon hajtva a csapat, nagyon jól mentünk. Most is nagyon akartuk, rosszul kezdtünk. Próbáljuk elfájtani ezt a mérkőzést, és készülünk a következőre, ami szintén hazai lesz jövő héten. Mégpedig a Kecskemét U23-as csapata ellen, nem tudni, hogy milyen kerettel érkeznek, de az is egy olyan meccs, ahol nagyon kellene a győzelem. Milyen találkozóra számítasz? Az is egy nagyon szoros mérkőzés lesz, az egy jó csapat, mi megteszünk mindent. Egész héten próbálunk majd erősen készülni, és még gyorsabban elfájtani ezt a nehéz vesztes meccset. Egyébként hogy érzed, amióta itt vagy? Ugye egy újonc csapatról van szó, fejlődést lehet tapasztalni meccsről meccsre, azért a csapatjátékában attól függet, hogy most ezen a meccsen nem jött össze a győzelem? Igen, azt gondolom, hogy jól dolgozunk. Tényleg keményen dolgoznak a srácok, mindannyian. Még valami hiányzik, még egy kis plusz, pár részlet. Ez a kosárlabda részleteken múlik, de szerintem jó felé haladunk, és egyre jobbak vagyunk, úgy érzem. Szó szerint az utolsó másodpercben dőlt el a mérkőzés a Győr javára. Gondoltad volna az első fél idő után, hogy magabiztos vezetés szereztetek és jól is játszottatok? Tudtam, hogy nem lesz egy sima mérkőzés. Annak ellenére, hogy 12-14 ponttal vezettünk talán. Nagyon sok idő volt még arra, hogy változtassanak a csapatok taktikába, illetve akaratba. Örülök, hogy jól kezdtük. Kettős érzéseim vannak, megmondom őszintén. Tudtunk produkálni egy jó fél időt, ahol pörögtünk védekezésbe, és sültek a ritmusra kapott dobásaink. Aztán kijöttünk a harmadik negyedbe, és mintha elfelejtettünk volna kosárlabdázni. Sokat kell dolgoznunk még tovább ezeken a dolgokon. Viszont, ahogy már korábban említettem, nagyon egybe van a mezőny. Tehát az első négy csapat, és az utolsó nyolc csapat, ott bármi megtörténhet. A pillanatnyi forma fog dönteni. Ez itt most éppen nem rajtunk múlott. Örülök nyilván a győzelemnek, szeretnék gratulálni a hajzai csapatnak, hiszen végig küzdöttek, és úgy gondolom, hogy nagyon sok ellenfelet meg fognak itt megszorongatni. Nektek mekkora lökést adhat ez a siker, hiszen egy ilyen győzelem mindig egy katalitikus élmény azért. Remélem, hogy tudunk építkezni folyamatosan. A következő mérkőzésünk Fehérvárról lesz, velük most játszottunk a Helpkupát, hasonlóan agresszív védekezésre számítok. Győrben egyébként milyen pozíciót foglal a férfi kosárlabda, ugye női kézilabda, futball, női kosárlabda, tehát vannak a palettán rendesen csapatok? Akik szeretik a kosárlabdát és helyek, rendszeresen kilátogatnak a mérkőzésre, általában egy fél csarnok szokott megtenni, félrelátó 2-300 emberrel, de ők minden mérkőzésen ott vannak. A zöld csoport tabellájának élén a Budafok áll 12 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 10-3-as mutatóval rendelkező Meavsz Miskolcot. A 3-11-jel sereghajtó Nyíkse Szegfűbútor vasárnap a 9. Kecskemét U23-at fogadja. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.